Ő mindig tudta. Na, szevasztok, srácok. Szevasztok. Üdvözlet. Mi már itt úgy beszélgetünk egy ideje, csak úgy gondoltuk, hogy... Nem nyomjuk be. Nem, mert... Titok. Végül is titok. De amúgy nem titok. Végül is titok. Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt. Boldogságos hétfő reggelt kívánok ezen a zimangós napon. Egyik igen. Leghidegebb nap egyébként. Azt eddig... hiszem pont, hogy nem is, mert mínusz 5 fölé nem megy nagyon. Nem, ez egy ilyen golyó összenyomó, így ez a tegnap meg a ma, de ezek után már elméletileg megint enyhül. Most már jó lesz. Enyhül a cucc, és akkor majd szépen nem lesznek ilyen nagyon nagy gondok. Sőt, láttam ilyen 10 fok közeli hőmérsékleteket jövő, vagyis ezen a hétnek a végén. Mi a fele? Zavar, nyugodtan lehet. Nyugodtan lehet. Majd, mit tudom én, hogy is mondjam, így hangolom az erkélyen italozás mennyiségét az időjáráshoz. Hogy ennyi? Így nagyjából meglegyen, jó legyen, de no, tényleg az, hogy most így vasárnap hétfőn elég hideg volt, meg minden. Tök jó volt, mert láttam a kocsira, hogy esett a hó, hogy tudod, ez a szabályos pehely. Nagyon durván nézett ki, bazd. Hát ez az jól is néz. Fúlosan ilyen rendesen a szabályos pehely volt, teljesen elmondtam, hogy milyen gyönyörű a tél, meg minden. Csak aztán a faszom kibolt, mert megfagyott a seggem, de igen. Lehet ez haladni tovább, úgyhogy nyilván itt is a belvárosról beszélünk, kint azért hidegebb van. Gondolom. De a külső részeken, kertesházak. Melegít a város. A város az melegít, igen. Már amennyire melegít a város. Tud melegíteni a város? De hát melegebb van itt. Itt sokkal, itt főleg akik így a központban, ott az egészen melegek vannak. Egyébként, és ahogy így mész kifelé, egyre hidegebbek. Igen. Hidegebb emberek vannak, és így szerveződik gyakorlatilag a hierarchia a vadkereten. Na, de mindegy is, ez abszolút nem lényeges. Remekült el a hétvége, mondhatom. Az alvást én gyakorlatilag ignoráltam. Az mellőzöd most. Azt mellőzöm, sajnos nem járulnak hozzá otthon. Ehhez a dologhoz nem kaptam jogosítványt az alvásra. Úgyhogy most nem alszunk, de nem baj, mert annál többet vagyunk ébren. Ez a félig üres pohár. Hát igen. Tudod, hogy nem tudod, hogy ez most félig tele van, vagy félig üres. Úgyhogy legalább többet vagyok fent. Érdekes. Ennyit tudok hozzátenni igazából a dologhoz. Úgyhogy én keveset aludtam, de egyébként végtelen családlátogatásban voltunk hétvégén, mert teszteltük az új gyerekülést. Nagyjából tényleg ezt mondtam. Ennyi. Minden király. Most már előre néz a kislány. És most már akkor fasza. Hát ez így jobb egy fokkal, igen, mert így hátranézős látom. Megy a felfedezési, igen. Na. Meg minden úgy, hogy ez volt gyakorlatilag a tech teszt, igen. A tech teszt. Teszteltem, nagyon menő egyébként. Cucc, hogy amúgy ilyeneket is tesztelnénk. Én rájöttem már arra egyébként, hogy gyakorlatilag ez az egész tech-tesztelősdi egyébként nem egy ésszerű dolog. Mármint úgy értve, hogy érted, hogy most... Tehát van egy csomó ember, aki... Tehát hogy mondjam, a tech-tesztek népszerűségét azt azoknak a nézőknek köszönhetjük, akik szeretnek ilyen tartalmat fogyasztani, nem akik azt a terméket akarják megvenni, és kíváncsiak, hogy érdemes. Ja, hát jó, igen, ez igaz. És így, igen. Ja, csak szeretném mondani a cseten, tehát nyilván ez nem azt jelenti, hogy nekem van gyerekem. Nem, de hogy? Nem, köszi. Csak tehát, próbálgatja a gyerekülés, Pisti, hogy befélem, vagy nem. Csak próbálgatom. Jó-e? Igen, de nem arról az nincsen. Nincs meg az, hogy a kislány előre néz, az valójában egy játék. Tehát nincs erre szó. Na mindegy, köszönöm elég. Lényeg, ezek a tech-tesztek valójában érted, tehát nem azt az igényt szolgálják ki, hogy az emberek feltétlenül dönteni tudjanak igen. Abban, hogy mit válasszanak, hanem kialakítunk az emberekben egy eddig nem létező igényt valamire, ami nem kell nekik. Ja. És ez egy sokkal, sokkal szentebb küldetés, mint a másik. Mert ezzel a fogyasztói társadalom oltárán áldozunk, és ezt a gondolatmenetet ültetjük tovább, érted? Hogy nem úgy leszel boldog, hogy eléred, amit szeretnél. Ezt így kihúzzuk a füzetből. Mi nem ezt mondjuk. Mi azt mondjuk, hogy nem tudod, mit szeretnél, majd mi megmutatjuk, és ha az meg lesz, akkor boldog lesz. Ez a nagy különbség a között, hogy hogyan interpretáljuk a világot. És hogyha így fogod fel a tech csatornát, hát akkor zseniális. Akkor bármit teszteltünk. Így van. És tényleg. Tényleg bármit.
Ez zseniális ötlet, tényleg. De most gondold végig, hát valójában erre van szó. Igen. Nagyon köszönjük erre fel, hogy megnéztétek a Nike-s tesztünket. Kíváncsiak voltunk, hogy hogyan fog működni ez a dolog. Őszintén szólva azt kell érteni ez alatt, amit elmondtam, és például a cipős teszt között, hogy nekünk is ugye vonzó volt a tech miatt, meg hogy érdekes lesz, és ezért a tech csatornán mennyire király lenne. De őszintén miközben teszteltük, és miközben készítettük a videót, bennem is kialakult az az érzés, hogy basszus, az a baj ezzel a videóval, a késztermékkel, hogy az emberek meg akarják majd venni ezt a cipőt. Pedig nem biztos, hogy kell nekik, sőt, messzire megyek, kurvára nem kell, de hogy annyira jól sikerült néhány sát róla, hogy így nem érdekel a további szülősüket szöveg, érted? De igen, amúgy megmondom, hogy én is így voltam vele, hogy amikor megrendeltük, akkor nem annyira tetszett az a cipő. És aztán, ahogy így készültek felvételek, meg ilyen bizonyos fényviszonyok között, így takarodj, hogy néz ki. Úgyhogy ja, tényleg jól nézett ki. Mondjuk, tehát fogalmazok úgy, hogy a videó feldobta ezt a cipőt, szerintem. Fel, nagyon-nagyon feldobta. Igazából az a nagy igazság, hogy amúgy sok mindennel van így, hogyha belegondolsz az interneten. Tehát most mit tudom én, képzeld el azt, hogy mondjuk mit tudom én, van az 5900 forintos H&M-es felső, érted? Ami mondjuk kék színű és viszont hallásra, és van egy kép róla, ahogy tudod ott így az áruházban vagy a boltban, így ilyen asztalra le van dobva. Uh-huh. Vagy felveszi alsónen. Tudod? Igen, jó, hát tudod, igen. Így, mint az állat, tudod így, és közben így. És akkor így ülsz a webshopon, és így meglátod azt a képet, és így Isten! Hogy néznék ki abba? És szükség van rá. Nem csak amiatt, mert így könnyebben eladják, tehát nem arról van szó, hogy a tökéletes fogsorú, fehér fogakkal rendelkező díszpéldányok mossák a fogokat a fogfehérítővel, nem a retkes pofájúak, mint én, érted? De emellett látszik az is, hogy kell, meg kell mutatni. És te is látod, hogy egészen máshogy mutat például az Automax lábon. Ja, teljesen, és mint ahogy képen. Mint ahogy képen, és tökre máshogy jön ki, hogyha megmutatod azt, hogy egy kicsit sötétebben, hogy néz ki, hogyha világít, meg milyen durván lehet vele pózerkedni. És ja, és kialakul egyébként egy ilyen cucc, és így cseh. Egyébként azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan tehát annyit tudtunk kívül, tehát a közönség azon részéből, akik felfogták, hogy egy tech bemutató, meg igazából egy ilyen hype bemutató dolog, egy érdekességet mutatom meg a közönségnek, akik nem tudtak róla, hogy léteznek ilyen dolgok. Ennyi volt a videó célja. Egy csomó mindenki azt hitte, és ez a nagy baj, ezért is mondtam el azt, hogy miről szól a tech videó, hogy egy csomó azt hiszi, hogy el akarjuk adni nekik ezt a cipőt, pedig szó sincs róla. Még azt is elmondtam, hogy nem is szponzorált videó volt, tényleg nem. És nem akarjuk eladni. Ezért volt azért rengeteg ember csak az ára érdekelt. Igen, most azt mondom, hogy nem olcsó cipő, mert 130? 135. 135, valami ilyesmi. Valami ilyesmi. Igen. Hát most szerintem inkább nem menjünk bele abba, hogy mondjuk ebben a témakörben ez olcsó, közepes, vagy drága, vagy nagyon hát, drága. Mint sportcipő azért drága. Igen, de nem abba a kategóriába tartozik. Jó, hát nem tartozik, abba a kategória, de igen. És amelyik kategóriába tartozik, hát úgy, a ritelje nem rossz. Na, úgy drága, de ez nem egy nagy riszellő cipő. Nem. Amúgy és nem is limited, szóval úgy, na, drága. Na, maradjuk drága, így, hogy nagyon drága. És az a lényeg, hogy hogy örülök neki, hogy egy csomó mindenkinek tetszett, és így láttatok azt, hogy ez egy érdekesség, és mekkora poén. Uh-huh. Érted? Tehát amikor egy autós tesztet néztek, és valaki egy Ferrari tesztelse, azzal vagytok megzavarodva, vagy milyen drága. Jó, van, aki igen, ők nézik a nem mondunk csatornákat, nagyon jó, hanem érdekesség. Megmutatja valaki. Ja. És szóval tényleg ezért csináltok ezt a videót. Persze, igen. Érdekesség szempontjából, hogy van ilyen. Meg így tudom, hogy nagyon sokan hallottak már erről, mert amikor 2016-ban vagy 15 végén bemutatták ezt a meget, amit a videóban is bemutatták. Igen, a meg. Arról azért mindenki írt, hogy megcsinálták a visszajövőbe cipőt. Mi azóta vagyunk rá kíváncsiak, igazság szerint, hogy amúgy csak valahogy nem jött ki, mert mindig, tehát az az igazság, tehát hogy azt nem lehetett megvenni például, az lehetetlen, és akkor utána jelent meg egy-két modell, de azokban is borzasztó limitált példányszám volt, meg itt nem is tudom, hogy itthon lehetett-e kapni. De nem. Majd utána. Biztos, hogy nem, és ugye utána is, ugye, ahogy jöttek ki az adaptok, elég hamar elfogytak, és én valahogy nem volt annyira fókuszunkba, és mindig lemaradtunk a különböző colorway-ekről, és most így ez, így emlékszem, így karácsony környékén. Feljött. Így feljött, és így írtam Janinak, hogy most van!
hogy így nem kéne belőle, mert biztos tetszene az embereknek, és akkor így, igen. Így megszületett ez a teszt, de örülök hogy tetszett. Már csak a szórakoztató értékét tekintve is. Ja. Mert higgyétek el, senkit nem akarunk rávenni, hogy ilyen cipőt vegyen. Én is egyébként elmondtam a videóban is, hogy azért... Tehát, na, ez a cipő még mindig azért nagy rész gimmick. Hát az. Tehát az, ugye az. Nincsen igazából túlságosan sok gyakorlati haszna annak, hogy ennyire drága. Hát nem sok van amúgy. Sportolni én meg biztos nem venném meg. Ja, amúgy keresgettem a kalorvéjeket, hogy mik vannak. Vannak, az elég durvák. Azért van egy kettő, amit be is vágtam a videóban, ami nagyon jól néz ki, azon kívül. Ja. Amúgy az a triple black, hát akinek nagyon tetszik az ilyen hagyományos cipő, az teljesen átmegy szerintem. Igen, ugye ezt megtudtuk egyébként, hogy tehát a magyar high fashion sneakerhead és vagy high beast közösség ugye előszeretettel fekete. Hát, fekete. Nem a cipőbe, mindenbe. Fekete, kisfehér. Igen. Színesben nem öltözünk, mert hogy néz már ki? Na jó, de azért, van egy ilyen full fekete cipő, de azért mégis világít az oldala, hogy így valami nem az. Igen. Ja. Úgyhogy ja. De úgyhogy nagyon szépen köszönjük tényleg, hogy megnéztétek. Hát idén próbálunk még hasonló videókat csinálni nektek, ilyen érdekességekből, meglátjuk. Igen, ugye tavaly említettük nektek, hogy szeretnénk ilyen saját projekteket is csinálni, amik tényleg főleg ilyen érdekes dolgok, mert azért visszanézve a Tech csatorna múltjára, ezek a hülyeségek voltak azok, amik igazán népszerűek voltak. Most őszintén ki a szart érdekel egy kibaszott videókártya, ugye? Most a közönség nevében beszélek. Van olyan, ami érdekel, de azért... Érted, 400 ezer fontos a robot, ami gyakorlatilag annyi pénzért táncol, az... Ez content, bazd meg. Ez content. Úgyhogy gyakorlatilag erről van szó. Nem tudom, én izgalmasnak, érdekesnek tartok. Nyilván nem fogunk elmenni az ilyen sneaker irányba. Jaj, nem. Pedig jó lenne, de nem. Gondolj vele. Amúgy jó lenne. Igen, amúgy évenként csináltam. Kevesen foglalkoznak sneakerekkel, az a baj itthon. Van, aki igen. Csak valahogy, mondjátok meg, srácok, nem tudom, tehát kíváncsi vagyok a véleményetekre ebből a szempontból, de gyakorlatilag pont egy olyan témakörnek, mint a, nem mondjuk a sneakerek, mert akkor lehet, hogy azt hiszem, hogy gyógyszer. Ilyenkor csak trollkodok, de ezt tudjátok. Igen, tehát ezeknél a cipőknél lenne pontosan az a lényeg, hogy megpornózzák őket úgy, ahogy mi is szoktuk. Hogy tényleg a videónak a fidelity része legyen komoly. Igen. Tehát, hogy olyan videót készíteni róla, úgyhogy elmondjuk, tehát mit tudom, mondjuk beszélnénk egy cipőről, nem Junkin csatornát, csak mondom, hogy ha csinálnánk, akkor az alatt a 8-10 percet, amíg az ember beszél róla, hogy milyen kényelmesen, nem kényelmes, mennyibe kerül, megéri, nem éri, milyen a szín, tetszik, nem tetszik, az alatt úgy meg lehet pornózni egy cipőt, meg. Hogy akkor is meg akart venni, ha szar. Igen. Mert meg lehet úgy pornózni mindent, főleg itt most már, meg majd nem sokára még jobban, igen. Ahogy meg tudjuk pornózni őket, most arra gondolok, hogy milyen előnyös, meg dinamikus, meg klassz felvételeket lehet csinálni róla, hogy eszméletlen, és ezt hagyják ki. Amúgy ez tényleg így. Ezt sajnálom, hogy ugye, tehát általában az összes ilyen videó az arról szól, hogy hello, tudod, megjelent a colorway, inszol, outszol, tudod, nagyon bőr, tűz. Ennyi tűz. De valójában nem tudom, pont azt a részét hagyják ki, amire az emberek kíváncsiak lennének. Nem tudom, nyilván jó lenne ezzel is foglalkozni, de hát... Hát mindenre nem lehet. Kevesen vagyunk, srácok. Sajnos. Kevesen vagyunk, és nincs időnk. De én el tudom képzelni, Pisti, hogy gyakorlatilag a stúdió túrral egy időben, vagy azon a napon, vagy előző napon így megjelenik egy ilyen haul. Tudod, ezt szokták csinálni. Milyen egy ilyen éves, az éves beszerzés, tudod. De a leglágyabb pornó zenét képzeld, és csak annyi, hogy így bejössz mindig, tudod, hogy a kamarakép, és így kimész. És ez is megvan. Jani, nem csinálunk ilyen hol videót évvégente, mert az az igazság, hogy ugye azok az emberek, akik most a mostani Nike videónál gyakorlatilag úgy gondolták, hogy amellett, hogy valaki felszólalt, hogy a globális felmelegedés valós dolog, annál komolyabb világrengető dolog csak az lehet, ha beírják, hogy 400 euró a komment szekcióba. 400 euró? Tehát így, komolyan, tehát gondoljátok, hogy az az ember, ugye a videónak üzensz a komment szekcióba, aki megvásárolta a cipőt, nem tudja, hogy mennyi. Mindegy, nem is ez a lényeg, köszönjük egyébként nekik. Meg nagyon örülök, hogy megrőkönyödtek az árán. De abból a sneaker hall videó után, amit én kapnék például, aha, az...
Pedig adná. Az lehet, sőt, hogy fájdalmas lenne. Tehát, hogy így ruhák is. Én el tudom képzelni, teljesen el tudom. Szerintem inkább engedjük el ezt a témakört, jó? Ne beszéljünk erről. Adjuk. Nem pénz. Srácok, felmerült itt a kérdés, csak szeretném titeket ezzel update-elni. Az okos nyakörvet a múltkor megrendeltem, rögtön a happy hour után, és kaptam azóta ilyen szállítási infót. Március legvége, április eleje. Akkor fog megérkezni, úgyhogy még várni kell rá rendesen. De ha megjött, abból lesz videó, azt tuti, mert ki kell próbálni. Igen. 100%, hogy megnézzük. Úgyhogy az fasza lesz. Igen. Jó, akkor hagyjuk a Haul videót. Szerintem ne legyen Haul videó, mert az emberek nagy része, figyelj, egy szűk rétegnek szól ez az egész sneaker kultúra. Ezt már láttuk több ízben is. Uh-huh. Egyébként alapvetően ezért is, Instagramon ezért is inkább ilyen próbálunk ilyen menő dolgokat csinálni, szerintünk az, hogy legalább nem esetek rajta, aki meg, vagy tetszen nektek, akinek. De a cipők, megmondom őszintén, hogy ugye a legtöbb ember, egy átlagember, érted, most mit tudom, hogy rendelkezik két cipővel, uh-huh. egy olyannal, amivel nem nagyon hidegbe, száraz időbe jár, meg egy olyannal, amivel a hideg időbe járká, ja. meg maximum van egy, amiben sportol, és így tényleg csá. És akkor ezeket tényleg ilyen 2-3 évente cserélik le. Tehát ez átlagosan így működik ez a dolog, ha normális emberekről van szó. Igen. Érted? Na most az, hogy mit tudom, valakinek van mondjuk 40, 60 vagy több cipője, az már ugye egy kicsit olyan, az hogy is mondjam, megfoghatatlan az átlagember számára, és rettető szűk réteget érint. Érted? Mm. Mert az a nagy igazság, hogy a sneaker kultúrában nagyon sok cipő van, ami kibaszott kurva jól néz ki, de nem alkalmas arra, tudod, hogy az átlagember két cipője közül az legyen az egyik. Uh-huh. Nem ja, lehet minden nap hordani, mert leszakadod a gecire. Persze, érted? És ezzel mondom, hogy nagyon szűk réteget érint ez az egész, ezért sem érdemes olyan nagy energiákat fektetni. És gondolom, pontosan emiatt nem nincs még olyan, aki annyira nagy energiát fektet rá. Ma belegondoltak egyébként, srácok, tehát egy sneaker csatornát csinálni, mondjuk tegyük fel te ott a kamera mögött, te eldöntöd, hogy te csinálsz egy ilyen csatornát, mert szereted ezt a témakört. Hát mennyi lóvé, az bazd meg. Kúrva tehát az, hogy te minden major release-t, ami tényleg érdemes, azt úgy tudj lefedni, hogy nem azt, hogy tudod, nem úgy mint sokan, hogy bevágnak egy PNG-t, és akkor beszélek róla, hogy milyen lehet, hanem hogy tényleg megmutatod lábon, az rengeteg lóvé. Mondjuk, aki amúgy is gyűjtő, és így kereskedik ezekkel, annak egy jó dolog lehet. A sikeres külföldi csatornák közül a legtöbb ilyen. Hát gondolom. Akiknek tudod, így gyakorlatilag addig van meg a cipő, ameddig megcsinálják a videót. És ennyi, és utána már vernek a seggére. Hát úgy amúgy megy, mert azért ezeket el lehet szépen adogatni, ezeket a cipőket. Ennek egy külön piaca van. Igen. Úgyhogy, ja. Igen. Na, mindig is, ugye ezért mondom, hogy egy szűk rétegnek szól, de remélem legalább ez az önbefűzős technológia az így érdekesség volt így a tech csatornán, mert ja. Na, én például nagyon meglepődtem azon, és most ne bántsatok emiatt, a környezetemben is, hogy milyen sokan nem tudták, hogy amúgy van ilyen. Tehát ez tényleg egy létező dolog, hogy... Bizony. Tehát pedig már azért, na, 5 éve, 6 éve... 5 éve van. És hogy így nincs, tehát így még így hírbe sem volt. Hát nincs elterjedve, mert hát most érted, nem, ez egy átlagos cipőboltba bemész, nem lehet ilyet kapni. Nem. Azért sincs, tehát... De a pumpálós libakat se lehet kapni, pedig az is van 30 éve. Ja, amúgy. Sőt, én azt hittem, hogy ez már meg is szűnt. Ah, de ideig nem az volt, hogy megszűnt. És aztán visszahozták. Hát Magyarországon sok minden megszűnt és eltűnt, de külföldön még létezik. A ribakító már nincs, az biztos. Az biztos. Meg tudjátok, a tekerős cipőkre emlékeztek, talán az volt a népszerűbb itthon, amire volt emlékeztek. Volt ilyen tekerős cipő, persze. Hogy tudjátok, volt ugye a Pumának ez a diszk-szisztem. Valami. Igen, amikor tudjátok, az volt, hogy ugye a cipőnek a bizonyos pontjain ezek az ilyen kábelek voltak, és akkor középen volt egy ilyen műanyag szar. Megtekerted, és akkor így összehúzta. Után. Az mennyire menő volt? Hát az kispecs korunkban az, hogy azt a kurva! Én is úgy, attól beszartam. Mert ugye úgy volt, hogy a cipőkötés minden gyerek számára, úristen, fúj. Pontosan. Nem kötünk cipőt, ez pontosan. Szar. Érted? És akkor arra volt a tépőzár, a menő srácoknak tépőzár a cipője volt. Érted? Mert nem kell bekötni, takarodj már. Na de, ez volt a next level shit. Akkor megállt egy filmet, amiben a csávó, hogy tekert egyet, és így. Micsoda? Olyan cipőt akarok. De hát annyiba kerül, mint a lakás. Nem, mert akkor is kell. Sose lett. Ugye ez hát ilyen nem. volt. De érdekes, akkoriban egyébként nagyon furcsa, hogy teljesen más volt a játszótér a 90-es években ezeknél a márkáknál, mint amilyen most uh-huh. a dolog.
Illetve, hogyha emlékeztek rá, hogy a világítóztipőknek milyen komoly népszerűsége volt. Én egyébként nagyon durva, hogy az én korosztályomban, az én baráti körömben még mindig, tehát annyira megmérgezte a gyerekeket. Igen. Igen, hogy akármilyen hülyeségről van szó, a világi cipő, az mindenki belőhozza a gyereket. Hát hogy érted? A fenében? Tehát lehet, hogy egy nálunk fiatalabb, vagy egy nálunk idősebb azt mondja, hogy milyen hülyeség, mi a fasznak, de benned él az a gyerekkor ízi, hogy kurva. Ennél menőbb dolgot még soha életemben nem láttam. Igen, úristen, hogy világító cipője volt. Azt hagyjuk. És az olyan volt régen, ugye, hogy léptél. Amikor léptél, akkor villant, igen. Nem tudom, milyen márkájú cipő volt az, de... Az nem tudom, mi volt amúgy. Nem tudom, de mi hány vásáron vettük, tehát ez valószínűleg igen. Valamilyen csájna volt. Nekem sose volt, de mindig szerettem volna. Annyira menő volt. Igen. De azért mondom, hogy a mi korosztályunk, akik a 90-es években voltak, mit tudom én, ilyen 8-9-10, 7-8-9-10 évesek, azok teljesen bele voltak hullva, és ez csak eltűnt. És aki nem kapott, vagy nem volt egy kis ideig, annak soha többet nem lett. Igen. Érted? Úristen, de menő volt. Igen, menő volt, rohadt menő volt. Úristen, emlékszem, amikor mentünk, tudod, ilyen augusztus 20-án tűzi játékot nézni, és akkor vették fel, hogy mentek, és így mondom, kurva élet, de menő. Rohadt menő volt. Annyira menők voltak, akik sötét volt, és akkor így látod, hogy mennek. Igen. Á, hagyjuk. Igen. Na mindig is, úgyhogy az egy eléggé király dolog volt. Igazából az egész, mondom, nem akarok belemenni ebbe az egészbe, hogy mit jelent az, hogy valami menő, nem menő, stb. Azon egy igazság, hogy Balázsról is volt ilyen happy hour, meg veled is, amikor ilyenekről beszélgettünk, hogy ha valakiben benne van egy olyan, hogy neki valami tetszik, akkor azt nem tudod megölni. Na, nem. Azt nem tudod megölni benne, érted? Nehéz. És amúgy egyébként, és mondom, szerintem én legalábbis megpróbálok utoljára beszélni erről a dologról, de ha valami úgymond egy ellenár, kint támad, vagy úszni kell az emberekkel szembe, akik körülötted vannak, mert szerintük ne vegyél fel ilyesmit, se cipőt, hogy tudod felvenni ezt a pulcsit, hagyom ezt a sapkát, úgy nézel ki, mint egy bohóc, mint egy madár, mint egy páva, mi a fasz van, hogy nézel ki, ha neked tetszik, és mikor felveszed, akkor azt mondod, hogy na végre, azt nem öli meg senki. Hát nem. Azt nem fogja megölni senki soha. Ez biztos. Mert ez úgy jó, ahogy van. És egyébként az a nagy igazság, hogy tök fura, hogy ugye Itt a világ ezen részén, azért mit tudom én, Budapesten már azért kicsit másképpen működik a dolog, ugye, mert az a nagy nyugat. De ott tényleg, tehát, visszaemlékszem, hogy a 2000-es évek elején, amikor Budapesten voltam, úgy voltak néhány ember felöltözve az utcai, néztük, hogy ezek hol faszom, Hollandiába. Érted? Tehát ott egy kicsit elfogadóbbak az emberek, de amúgy alapvetően országos szinten eléggé konzervatív az öltözködés. Igen. Érted? Ez tény. Tehát ugye, ha Magyarországon mondjuk, mit tudom én, a vastag embereket nézzük, érted? Szerintem ők öltöznek a leghülyébben. Igen? Aha. Hát a legtöbben még ilyen öltönyben vannak. Ne, én most nem erre gondolok. Én most nem erre gondolok. Aha. Hanem amikor tudod, amikor kiszállnak, tudod, a Panamérából, Mr. Vállalkozóik, tudod? Igen. Az úgy néz ki, ugye, hogy nem akarok most, félre ne értsetek, semmi baj nincs ezekkel a dolgokkal, csak annyira papírforma. Érted? Nem tudom, tehát ezek az emberek szerintem, tudod, így nem akartak öltözködni, nem értenek hozzá, és valaki mondta nekik. Ezt, lehet. Hogy úgy kell kinézzenek, hogy tudod, ez az ilyen zárt, szűk, sötét cipő. Igen. Érted? Farmer nadrág. Nagyon fontos. Ing vagy hosszú póló és a pufi mellény. Úristen, tényleg igazad. Érted? Most így beugrott egy és csomó jelen. Ha meglátsz egy ilyen csávot, akkor tudod, hogy ő valószínűleg vállalkozó. Tényleg így tuti, hogy a partner találkozón a szalonasütésen néhány, max. 3-4 szimbariásban mindenki ugyanígy néz ki. Amúgy... Érted? Tényleg így van. És így ennyi. És ezek az emberek, érted? És vagy a nagyon modernek, akiknek összejött ugye a fiatalabb jány, azok meg nyomják a maci kombót, ugye még a maci mindig. Kombót, így van, igen, igen. És ez a kinézet, érted? És nem tudom, szerintem ez bolzasztó, ez nagyon gáz. Ilyen annyira konzervatívan öltözködik egy csomó ember, hogy hihetetlen. De itt nem arról van szó, hogy itt kizárólag arról beszélünk, srácok, akiket érdekel ez a dolog. Érted? Ja. Most visszaemlékszem, hogy öltözik édesapám? Úgy öltözik édesapám, hogy tudjátok, már nagyon-nagyon régóta, hogy őt annyira nem izgatja fel ez a dolog, tehát neki sincsen sok cipője, meg mint egy normális férfi ember, nem mint az idióták. Uh-huh. Érted? És akkor tudod, úgy van, hogy az újabb dolgokra arra vigyázunk, azt nem veszük fel. A régit hordjuk addig, amíg szétmegy, igen. És az ember kinéz, és yes. Érted? De nem, mert meglátsz köztük is, tudod, egy-egy ilyet. Érted? Most komolyan? Vannak. Vannak, igen. De ő egyből tudja, hol a számlatömb. A Mercibe. A mellényes csávó.
hogy rögtön vágja. Na mindegy, de érdekes, és akkor ennek ellenére, tudod, azzal foglalkoznak az emberek, hogy milyen hülyén néznek rájuk, hogy hogy vannak felöltözve. Érted? Gondolj bele, felveszed ezt a kurva automaxot, hogy kinéznek? Hát. Minden, hát nézzél. Igen. Nézzél, ez ilyen. Ez ilyen. Ó, Istenem. Ja, most milyen cipő van rajtunk? Zokni. Nem tudom, ez zokni. Rajtam a VR az zokni van, a VR shopból lehet. De az, hogy te erre vagy kíváncsi, az elég meredek. Hogy őszinte legyek. Shop.vr.hu per zokni. Igen, igen. Jaj, nagyon fontos, nagyon fontos. Egy dolgot kihagytam, egy dolgot kihagytam. Tudod, hogy hol szakad át a magyar divat az olyan férfi emberek között, akiknek nagyon sok pénzük van? Na. Amikor a környéki pulóver aláveszed az inget. Tényleg. Na az olyan cucc, és ezzel nincsen semmi baj, mondom. Tehát nem azzal van a baj, hogy emberek így öltöznek, hanem azzal, hogy van egy réteg, akinél biztos. Tehát nem meg se kell, tehát jön, mi lesz rajta? Ha! Bogarom. Abba a pillanatban. Olyan régen én is nyomtam úgy, most eszembe jut. De mondom, nem azzal van a baj, aki hordja így, hanem az, hogy van egy réteg, aki nappal mellé megy, ami így, este nem tudja, hogy nem létezik, hogy nem. Érted? És így szakad át a divat, érted? Így. Olyat láttatok már, amikor valaki felveszi a karórát a pulcsira? Ne basz. Én még olyat életemben meg az ingre. Meg az ingre. Nem láttam meg olyat? Nem. Az a next level shit, srácok. Van olyan bazd meg, hogy van az inge, és hát takarja az órát. Nem azért vettem! Bassza meg, hogy ne lássák, és ne felveszik basz. Ingre. Mikor életemben először láttam ilyet, akkor emlékszem, gondolkoztam rajta, hogy hallottam én ezt, hogy mondták, nem hittem el, bazdeg, és így, de tényleg van. Tényleg van ilyen patkány. És hogy az nem... Asztarom. És tényleg nem tudja, hogy mennyire gáz. Az a flexelés, csak érted? Ez már ilyen cringe. Hogy tényleg nem tudja, mennyire gáz. Érted? Hogy ha a kibaszott Rolex gyárból a takarítót ide hívnád, az is szétverni a fejeden az órádat, érted? Hogy lehetsz ekkor a büdös paraszt, és megcsinálja bazd meg. És megcsinálja, hogy felveszi az ingre. Úgy, hogy rendesen be van gombolva az ing, és így rá, tehát ez jó lett. Hát, ez undorító. Nagyon durva. Á, én még ilyenre nem találkoztam, de biztos kiröhögném. Hogy a faszom, hogy röhögnéd ki. Tudod, hogy kiröhögném. Nagyon durva, és ezt nyomják be, ez egy nagyon-nagyon kemény. Nagyon-nagyon-nagyon kemény. Hát én mondom, érted, és akkor ilyen emberek vannak, és akkor attól félünk, hogy ha felveszünk egy színesebb cipőt, vagy egy őrültebb pólót, akkor abban gond lesz. Mert miért? Szerintem nem. Nincs abban semmi. Szerintem nyugodtan. Szerintem simán. Nyugodtan. Mondom, kicsit azt gondolom, hogy önkifejezési eszköz is. Akit érdekel, még egyszer mondom, mert van egy csomó ember, akit egyáltalán nem érdekel az a része a dolognak, hogy most hogy öltözik fel, stb. De egyszerűen azt kell megérteni, pont úgy, mint aki színesre festeti a haját, ami tudom, hogy extrémebb, vagy szétpircingezi magát, vagy széttetkozza magát. Sokan mondják, a lelki problémái vannak, bizonyára. Most nem tudom erre, mit mondjak. De hogyha az embereknek ennyi kell, hogy jól érezzük magukat, szerintem ennyit meg lehet engedni. Hogy úgy öltözzenek fel, ahogy szeretnének. Ja, maximálisan. Ez van. Kihagytuk a homlokra tolt biciklis napszöveget, ne szállj. Olyan is van. Olyan is van, igen, tényleg. Most, hogy mondtad, beugrott. Olyan is van. Na mindegy. Hát vannak furcsa dolgok. Vannak furcsa dolgok, azt tuti. Nem is tudom, most pont azon gondolkozom, hogy láttam-e bármilyen furcsaságot még ilyen öltözködésben, de ott vannak érdekes dolgok. Most nézd, én tudod, mit nem értek meg? Te tudod, mit nem értem meg az öltözködéssel kapcsolatban? Amikor tudod, mit tudom, hogy tegyük fel, te megjelensz, mit tudom én, mondjuk egy ilyen igazi Lord Nermálos Rip and Deep szerbe, tudod? Mondjuk egy abban a szerbe, tudod, amin izé ment, igen. Hogy megjelensz. Érted? Az azért úgy! az kibaszna biztos téged, érted? Az tuti. Na most, azt most mit tudom én mondjuk így meglátom, és azt mondom, hogy nem biztos, hogy felvenném ezt. Ez egy dolog. De az, amikor az emberek kiakadnak, hogy lehet így felöltözni, hogy mi a faszt érdekel téged ez, bazd meg? Tehát, hogy ki neked a vőlegényed, és így mentek esküvőre, hogy mi a faszt idegeskedik az emberek. Ez mind az a féregség, ami miatt, bazd meg, az embert egy unintelligens majomnak tartják egyébként világszerte, amikor az a legnagyobb problémája, hogy valakit meg kell győzni. Tehát, amíg nem győzöm meg őt, hogy ennyire hülye, addig nem tudom tovább folytatni az életem. Igen. Érted? Igen. Hogy így miért kell bántani valakit azért, hogy öltözik fel? Meg van szíved nyugodt, hogy ne tetszen neked, te leved fel. Igen, mondjuk az amúgy már tényleg nagyon sokat javult. Abban, mint az, hogy mennyire toleránsak az emberek. Mennyire elfogadók az emberek, igen.
Igen, de mondjuk az utcán már annyira nem szólnak be, például szerintem, hogyha úgy öltözöl. Igen, ez igaz. Mondjuk, figyelj, így a szélesebb spektrumban nagyon-nagyon sokan úgy vélik egyébként, hogy tényleg az emberi intelligenciát fértető gondolatmenetnek a legnagyobb halála az, hogy az ember valójában elég hülye. Tehát értelmetlenebb dolgok, mint az egymással való megállás nélkül küzdés, a rasszizmus, a bármilyen, ugye ilyen, hogy is mondjam, ilyen törzsi, megragadt szeparáció, hogy te neked az a vallásod, neked az a vallásod, te ilyen színű vagy, te olyan színű vagy, te így öltözöl, te úgy öltözöl, te hülye vagy, te nem vagy hülye. Tehát ez gyakorlatilag az egyik legszebben példázza azt, hogy az ember mennyire ostoba. Uh-huh. Hogy ezzel mennyi időt tölt. Tehát igazából, hogyha most az intelligencia oldaláról nézzük az egész dolgot, akkor az látszik, érted, hogy az ember az valami bolzasztó hülye egy valami. Egyébként, mert tehát egészen más dolgokra is lehet. Tehát logikátlanabb dolgokat kevés találni. Vagy nem nagyon lehet találni ennél logikátlanabb dolgot a világban, a működésében. Érted? Ilyeneket nem látsz, tudod, más életformáknál. Én azt gondolom, hogy egyszerűen természetes, hogy ilyenek vagyunk, de egy kurva nagy hülyeség. Hát ja, amúgy. De most komolyan, tehát gondolj bele, hát most ránézel az emberiségre, érted? Mondjuk egy külső szemmel, egyszer beszéltünk már Balázsral erről, mondjuk egy külső szemlélődő, mondjuk felsőbbrendű létforma, űrlény, szörny, pókutya, hívjátok, ahogy akarjátok, így ránéz, és akkor azt látja, hogy úristen, micsoda intelligens élet van ezen a bolygón, érted? És akkor azt látja, hogy bevásárlóközpont előtt ordibál egy-egy csávó a másikkal, hogy nem jöhet be, mert sötét színű. Na így? Hát amúgy igen. Tudod, hogy így biztos néznének, hogy így. Ez mi a fasz? Hogy így, most komolyan ez a legnagyobb bajod? Ja. Tehát így egy rettentő unintelligens egy valami, ahogy az ember gondolkodik, és hát látszik is egyébként. Hogy ilyenekért is kikezdenek valakit, hogy hogy öltözködik. Szerintem több gáz. De és ezek az emberek mondják azt, hogy azért öltözik így, hogy felkacsa a figyelmet, mert figyelemhiányos, és így akarja magára terelni a figyelmet. Öreg, valószínű, hogy a 50 emberből, aki így a látóteredben van, te vagy az egyetlen, aki egyre fenn vagy ezen a szaron akadva, baszki. Tehát ez kurván nem működik, mert szerintem pont a visszájáról van szó, de hát igen. Hogy biztos van olyan, aki... Aki figyelem hajház. Van köztük. Hát a hypebeast, mint olyan, az olyan. Hát olyan. Igen, ezt is sokan egyébként láttam, hogy elkezdtétek használni a szót. Tehát, a hypebeast azt jelenti, hogy azok akik azt hordják mindig, ami éppen a legmenőbb. Tehát mindig az aktuális trend leglángolóbb elemeit hordják. Nem feltétlenül azt, ami mondjuk nekik megtetszik, mondjuk tényleg. Ja. Ami mondjuk el van ítélve mondjuk a Hypebeast közösség által, mondjuk mit tudom én, ez a cipő, vagy ez a póló így lehetett volna jó, de nem lett jó, az biztos, hogy nem fogja felvenni. Érted? A Hypebeast az olyan. Érted? Akik sneakerheadek, vagy szeretik az öltözködést, vagy bírják a high fashion-t, az egy másik téma. Az teljesen. De mondom, de a Hypebeast-ek azok, amik gyakorlatilag az áram erre húz, hogy most megszavazták a tavalyi év legdurább cipőjének ugye az Air Jordan egy Dior-t, és gaz kell. Hát ja, nem tudom, nekem a Hypebeast-ekről mindig az ilyen, nem tudom, inkább hajléktalanok jutnak eszembe. Mert hogy annyira össze-vissza öltöznek, mindent felvesznek, ami hype, és nem illik össze. Nem mindegyik ilyen, de vannak ilyen hírívók. De nagyon-nagyon sok ilyen van. Igen. A legtöbb Hypebeast tudsz nem illik össze. Mégis felveszik együtt. Hát fel, igen, tehát lehet látni, az a baj, hogy nem segít ennek a kultúrának az, hogy nagyon sok kép kerül fel az olyan emberekről, akik tudjátok, felvesznek mondjuk kígyóbőr bőrkabátot, leopárd mintás mackóhoz. És így... Igen, vannak ilyen... Így fura. Nem a legjobb. Érted, hogy így azért, mert érted, mert nem tudom, az egyik Balenciaga, a másik off-fight, de hát mind a kettőt fel kell venni, mert érted, hogy fér rám több pénz. Szóval, ja, vannak ilyenek, ezzel most nem tudom, de igen, ezzel ez a nagy probléma, de nem mindegyik ilyen, vannak, akik fel tudnak öltözni. Persze, van. Magyarországon az a kevés Hypebeast gyakorlatilag a középiskolákban, ami van, ők ugye sokkal konzervatívabbak. Uh-huh. Fekete. Megoldják. Hát jó.
Igen, egyébként figyelj, srácok, mondom, ezek ilyen dolgok, de alapvetően mondom, az ítélkezésből tényleg ki kellene már ennyire szállni. Én már rég elengedtem ezt. Én is egyébként. Hogy ki hogy öltözködik. És egyébként voltak extrémek régebben is. Nagyon sok. Gondoljatok a 2000-es évekre, ami mekkora zsír volt egyébként. A 2000-es évek, mint olyan. Érted? Legalábbis szerintem a 2000-es évek elején, tudod, ez a, mit tudom én, paparócs, meg Limp Bizkit korszak, érted? Uh-huh. Amikor, tudod, ott volt a nagygatya, ott volt a pólóing, ott volt a szőkített tüsi haj, meg a fülbe való, meg hátanakom a napszemeget, meg mit tudom én. Kurva extrém volt. De szerintem kurva menő volt az is. Abba az időbe. Ja, abba az időben az bocskos menő volt. Oké, nem lett olyan örök érvényű, mint a lévizgatja, de akkor kurva menő volt, érted? És érted is, akkor is érted, hogy hogy nézel ki, meg hogy minden olyan emberből börtöntöltelék lesz, meg ezek ilyen szövegek, kell találkozni. Érted? Mert bőgatyád van, mész a sitre. Érted, mi a takarodjál már. Érted? És oké, rendben van, hogyha valaki mondjuk most úgy öltözködne, vagy megpróbálna tudod ebbe a stílusba tolni, valószínűleg nem működne, de csak mindenki legalább egy-két kép erejére biztos kiváltaná a nosztalgiát. Ezt tudti, de amúgy meg szerintem simán működne. Én nem tudom. Lehet, hogy működne. Most valóan annyival elfogadóbbak az emberek. Én nem nagyon találkozom ezzel. Azt tudjuk, hogy a sztársékben közül Guy Fieri ott megállt. Megállt. Guy Fieri ott megállt, ő az. Hány ember így megáll, tudod, egy ilyen. Szinte nagyon sokan. Így van, és hogy úgy öltözködnek, ahogy akkor volt. Kialakul a végleges ízlésük, igen. És akkor ez, az marad, igen, és semmi újra nem próbálkoznak. Van ilyen. Igen, de figyelj, de ha ők azt szeretik. Persze. Ha ők azt szeretik. És gondolj bele, ez tudod, ez olyan, mint a rajzfilmekben, a filmekben kiparodizált kopasz emberek, mikor találkoznak. Tehát ez olyan. Gondolj bele. Nyomod ebbe a stílóba, érted? Évtizedekig, miután már rég ámult, mert szerintem ez már is találkozni másikkal. Cságet! Meg az mekkora zsír? Az mekkora zsír? Ú, de faszta, meg honnan szerzed, meg milyen zselét nyomadsz, meg mit tudom? Biztos királyság. Igen, igen. Biztos királyság. Meg mikor találkoznak a nem figuratív mintás tetkósok. Takarod, hogy ez mi? Nem tudom, baszdeg, de ti élet családom, mi az? Érted, és itt az mekkora zsír? Az ekkora zsír. Szóval, ja, ezek érdekes dolgok, de én azt gondolom tényleg, hogy mit tudom én, biztos, hogy ha visszaemlékszel, mit tudom én, a csajoknál is volt csiliárdivat volt, érted? Hogy mit tudom én, például volt egy divat, nagyon sokan semmibe vették például izét. Vagy hívták ezt a csajt? Mindjárt mondom. Még Fred Durst intézte neki, nem tudom mi a faszt. Azt hitték, hogy reptilián. Azt hitték, hogy reptilián? Azt meg, hogy már meghalt egyszer, és visszajött a másolata, aki reptilián. Igen? Minden csaj úgy akart kinézni, mint Avril Lavigne. Érted? Ja, kibaszott inkbe, meg nyakkendőbe tolták, meg a csuklópánt, meg a nyakszorítós cucc, mert akkor még nem tudták, hogy ez perverzió. Érted? Meg a deszkás cipő, meg a minden, és mindenki úgy akart kinézni, mint ő. Érted? És ott ültünk mi, mint srácok, így, hogy amúgy tényleg kurva menő. Az. És így tudod, így ültünk, hogy jó, akkor mindenki úgy fog kinézni mostantól. És hát, hála Istennek. Igen. Az is, hogy elmúlt, mint a semmi. Pedig amúgy az menő volt. Igen, aztán utána jött ugye a pink korszak, ami a kevésbé volt menő. Az menő. Meg mit tudom én. És így mindenki így tolta, és mindig vannak ezek a divat hullámok, de mi baj van ezzel? Szerintem állat, szerintem tök jó egyébként, hogy lehet ezeken lovagolni. Mondom, én nagy fogyasztói társadalom hívő vagyok, és emiatt sok gondolatmenetet tudok követni, de most, ha valaki úgy érzi magát, oké, nem lesz egy egyéniség. Ja. Az tényszerű. Tudjátok, ki lesz egyéniség? Akinél megmaradt. Aki lemaradt? Akinél megmaradt. Ja, megmaradt. Aki tovább folytatja. Ja. Akinél nem múlik el, mikor elmúlt, hanem tovább tolja, mert tényleg tetszik neki. És manapság nem egy, nem két high fashion helyen látod, hogy öltöznek úgy, mint akkor. Az Avril Lavigne korszakban csajok. Azért. Csak most árulnak hozzá 4000 dolláros nyakkendőt. Ja, amúgy most így szerintem, bár az a baj, nem értek hozzá, nem vagyunk divat szakemberek. Hát kurvára nem. De én valahogy azt érzem, legalábbis azokból a dolgokból, hogy látom az új termékeket, az mint ruhákat, hogy így nagyon ilyen minden évből válogatnak össze. Tehát igen. Most egy ilyen nagyon-nagy, ilyen egy katyvasz. Igen, most katyvasz, jelenleg a de divat. Amúgy minden visszajön. De amúgy igen. Elő vagy utóbb minden hogy, visszajön. De hogy így most totál megy szinte minden korszak divatja. Tehát fel lehet úgy öltözni simán. Most is. Ja, persze. Nem nézze, ha most felöltözöl úgy, mint a 90-es években egy nő, az meg akkor
Numbarágyim vagy, érted? Te vagy a király. És biztos lehettek benne, hogy van egy high fashion márka, aki ilyen kokain áron árul olyan szetteket. Igen, igen. Mert ilyen világban élünk, de szerintem tök jó. Ja, ja, ez ja. Tök jó. Ez jó. Hogy mi volt a kedvenced? A csípőgatya? Az mindenki kedvence volt. Hát? Tehát most az a baj, hogy olyan dolgokat tudnék most mondani, amikkel megsértenék embereket, de maradjunk annyiba, hogy látok én is posztokat, ilyen retro, izé, meg minden, hogy a csípőnadrág milyen rossz volt. Hát volt, akinek rossz volt. Volt. Maradjunk annyiba. Az, tehát az, hogy hogy múlt el, tehát ugyanúgy, mint a világítós cipősrácok, van egy szelet a férfi korosztályban, akik sose fogják megérteni azt, hogy ha felhúz a csacsiga nadrágot, az miért jó. Érted? Annyira bírom a mostani 13-4 éveseket, ahogy érted, nyomkodják a golyónak a végét, érted? Az Instagram képekre, hogy a csajokon idáig van nadrág, érted? Meg így jönünk, hogy úgy nézek ki, mint anyám, bazd meg. Érted? És nem értik meg, hogy mi történik. Itt történik szakadék. Jó, de... Ez gyakorlatilag a világ természetes része, hogy elválassza a nagyon fiatalokat az idősebbektől, hogy ne legyen itt izé probléma. Érted? Gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy itt szétváltak útjaink. Érted? Hogy így ülsz, és így nézed a mai Instagram celebeket, érted, és nézed a csajt, hogy fel van húzva, tudod, a gatya rajta, minden, és tudod, genyó nagy fara van, mert az a menő, és közben az... így, és így ülsz, hogy úr, hogy nézel ki, bazd meg? Hogy? És írják, hogy ajjor, asszem, tudod, olvasod a kommentet, és így... Figyelj, amúgy valaki tudna itt jól állni. Itt mindenki hülye. Persze, jó, nem értem. Nagyon jól állni ezen az. Na jó, de most mit csináljál, hogyha neked, és most meg is magyarázom, srácok. Mert ilyenkor mondják, bunkó vagy, szexista, te csak azt bírod, mikor kilóg a csaj a picsája, meg micsoda undorít el, meg minden. Haver, azt felejted el, hogy az én korosztályom a tinédzser kora hajnalán, amikor minden megmozdul, érted? És a szélben lengedező sárguló levelet, érted? Keresztül tudnád lyukasztani, mielőtt még földet ér. A gondolatoddal úgy, hogy pici levél embermutánsok szaladgálnának 9 hónappal később, amikor minden felébred, érted? A tűz, érted? Beindul a tinédzserekben, amikor mindent meg kell nyomni a plüsmacitól, a párnán át, a benzintartályon keresztül, mindent, akkor ez a divat. Na, azt ölt ki valakinek a fejéből. Érted? Amikor éveket foglalkozott gondolatügyileg, hogy milyen szög, hogy mennyi. És minden nő, akit maga elé képzelt a korosztályából, mindenki csípőgatyát hordott. Na, neki mondd meg, hogy ez a kibaszott krumplizsák, amiben belebújik az a szerencsétlen, kis krumplizsák, nagyon fontos, hogy szűk legyen, érted? Szűk. Az jól néz ki. Ez a baj, érted? Hogy ezt nem értem az emberek, hogy lebunkóznak, meg lehülyéznek, meg leoldschooloznak, meg leidiótáznak. De most őszintén, hogy tudod kiölni valakinek a fejéből? Jó, ez sehogy. Tehát az beleég, az belekódolódik, érted? Az belekódolódik az agyba. Érted? És nyilván voltak abban a korszakban rengetegen, akik nem tudták hordani a csípőnadrágot, és őket biztosan nagyon bosszantotta, és most biztos nagyon örülnek neki, hogy ilyen divat van, mint most. Érted? De ez engem olyan nagyon nem tud érdekelni. Hát igen. De ez egy nagyon jó hasonlat. De mondom, és de ezt most csak azért mondom, hogy érted, oké, nyugodtan hívjátok bunkónak, nem lesz nagyon meglepő, meg minden, én értem. Csak amikor elolvasok egy ilyen cikket, érted? Amikor látok, tudod, ilyen, mit tudom én, egy-két ilyen divat oldalon, hogy mit tudom én, tudod, ilyen gáztrendek a múltból. Érted? És akkor csípőnadrág. Igen, az milyen gáz volt, és tudod, hogy elkezdett keresni Facebookon, hogy vajon miért nem szeretted a csípőnadrágot? Mert egy rohadt geci vagyok, tudom, és így rájössz gyorsan, két kattintásban, hogy hát igen. Úgy nekem sem jött volna, mert... Csaba, látod? Na látod? Ezért mennek olyan nagyot az Instán, a bikinis képek. Mert? Ott visszakapod. Ami lehet. Az év közben kimarad. Egyébként lehet. De például itt vannak az ideálok. Ez is nagyon durva. Hogy a 80-as, 90-es évek emberei, az látott, hogy milyen ideáljaik voltak, tudod, ez a, mit tudom én, jó, most persze ezek ilyen sablonok, tudod, de Pamela Anderson megtette a hatását, meg az összes többi ilyen nő, érted? És akkor tudod, kijött a Port című film, a Span, és akkor Mickey Rourke mondja benne, hogy I like some big tits with small asses. És ennyi ment divatba, érted, a 90-es, 2000-es években, és ez jött be. Most meg tudod, ez a nagy fenék, tudom. Meg ez megy, érted, és így egy csomó mindenki értetlenül áll. Magához húzza a másik felét, hogy ú, de jó, hogy még időben találtam olyat, amelyik nem így néz ki, érted? És így ennyi, és megy tovább az életben.
A mai fiatalokat meg nézel, és így nem irigykedem. Nem irigykedem. Ez van. De, nem, de mit tudsz kezdeni ezzel? Hogy mondom, hogy, hogy de én gondolom, hogy más korosztálya is így van. Persze. Szerintem igen. Nem? Hogy az ő fiatalságában, akik ment. Érted? Igen, igen. Meg amúgy igaz, hogy tényleg az ilyen tínédzser kor az nagyon meghatározza az ízlésedet. Meg, bár egyébként, hogyha elképzelem, ha elképzelem mondjuk a szülői réteget mondjuk az én tínédzser koromban, érted? És akkor mit tudom, hogy tudod, a magas derekvonadrágról, hogy átmentünk csípőnadrágról, én nem látom be, hogy bánták azt meg. Nem hiszem, hogy ez így foly. De maradjunk az elvnél, hogy ez a gondolatmenet. Igen. És így megyünk tovább. Igen, igen. Engem. Na, de van egy csomó minden, amit például én nem tudok megérteni. Te bűköröm, meg ilyen hülyeségeket. Ja, amit meg más megér. Ja, meg persze. Érted? Emlékszem, volt ismerősöm, aki mindig mondta, hogy ne legyen rendesen kifestve. Én megint néztem, én mindig utáltam az ilyesmit. Uh-huh, érted? De van egy csomó minden, ami nyilván más. Az emberek mások, az ízlések mások. Én csak azt mondom, hogy nem feltétlenül kell elítélni azt, mikor valaki nosztalgiázik, érted? Csak amiatt, mert egyszerűen a DNS-ébe égett. Ez a dolog, persze nem. Hát jó, persze. Hogy olyan erős lenyomatot, hogy az ember agyába a tinédzserkor szerintem ebből a szempontból, divat, meg mindenféle szempontból, hogy az iszonyat. És most mit lehet ezzel kezdeni? Hát az nagyon meghatározza az embert, igen. Azt keresed utána, és ez van. Meghatározza. Igen. És ha nem találod, akkor beíred azzal, ami van. Biztos. Hát gondolom, muszáj. Biztos. De tényleg csak nosztalgia szempontból akartam beszélni erről a dologról, hogy régen is felöltöztünk hülyén, meg ma is felöltözünk hülyén. Sose tudod, hogy ki gondolja, hogy hülyén öltözködsz. Ma már nem nagyon tudsz hülyén felöltözni. Kevésbé. Kevésbé lehet, mondom. Kevésbé. Annyira átmegy minden, tök mindegy, hogy te a 80-as évek divatját akarod visszahozni magadnak. Igen. Vagy a 90-es évek, teljesen mindegy. Annyira nem lehet hülyén felöltözni szerintem. Nehezebb, az biztos. Annyira elfogadók már az emberek. De jó, nyilván, hogyha nem a nagyon nagy szélsőségről. Persze, most nem azt gondoltam, hogy vegyél fel egy ciklámen, nem tudom, cicanadrágot fiúként, bár lehet, hogy az is jó. Hát manapság nagyon rossz, hogyha azt gondolt, hogy ez rossz. Ez igaz, nem tudom, PC, bocsánat. De mondjuk egy zöld zoknival. Milonadrág, zöld zakó, gukestejre, ez egy csomó mindenkinek esküvői ruha. Úristen, tényleg. És nem lehet, hogy itt kicikizni, érte? Úgyhogy ez van. Na mindegy, szóval értitek, mire gondolok, azért nehéz. Hogyha nem nagyon szélsőségesen öltözködsz, azért nehéz. Igen, tehát sokkal elfogadóbbak az emberek, de sose felejtsétek el, hogy a buborékok mindig léteznek. El sem tudod képzelni. Tehát van egy csomó ember, aki nem tudja elképzelni, hogy mondjuk elmegyek én mellette, és azt gondolom, hogy ilyen kurva hülyén néz ki. Pedig szerintem rohadtul nem. Mert ő visszafogott. A mellénybe. A mellényinkbe. A farmen a drággal. Nem foglalkozom nagyon sokat a megjelenésemmel, bementem a kemelboltba, és a kis hölgy ezt a szertet javasolta. Még 700 embernek aznap. Kis hölgy. Ennyi, érted? Egy nagyon jó életű bőrpénztárcát is választottam. Imádom. És a cipőzi löv, azt hallottam fontos. Megvan oda minden, érted? Ahogy igen. És az, hogy én összehányom magam mögött a röhögéstől, annyit dolog sosem fogod megtudni. Érted? Mert az ciki, hogy én öltözöm, de az sosem lehet ciki, hogy te, mert minden hülye ilyen. Na, de azt mondom, sosem tudod, hogy kinek furcsa. Szerintem ezen nem kell gondolkozni, el kell engedni. Öltözz fel, ugye szeretnél. Amúgy igen. És kész, egy. Meg amiben jól érzed magad. Igen. Amúgy tényleg ez a legfontosabb. Igen. A ruhában, hogy jól érez magad benne. Pontosan. Kényelmes legyen. Van egy-két ruha, ami tipikusan olyan amúgy, hogy így, tudod, így meglátod valakin, és tudod, lehet, hogy nem néz ki különösebben jól, de látod, hogy bazzag, ma biztosan annyira kényelmes. Hogy így, ja, hogy ilyen. Ez is olyan jó lenne. Hát igen. Ilyen például ugye a sosogós mackó. Igen, bár... Nagyon kényelmes. Nagyon kényelmes a sosogós mackó. De azért megosztó. Megosztó a sosogós mackó, de én azt mondom, mindent tudni kell hordani. Jó, azt is lehet hordani, de nehezebb. Mert amúgy vannak benne nagyon rosszak. Vannak benne nagyon-nagyon vannak, rosszak. Vannak, de azért az nehezebb. Nehezebb hordani, de a sushi maci az tud nagyon jó lenni. Abban csak azzal van, hogy hangja van. Ahogy mész, annyira jó. Igen, de nagyon jó a sushi maci.
Kényelmes, de kényelmes, az tuti. De hát van akinek ki akasztja a dolgokat, van akinek nem. Az pontosan Pete, az volt a legkirályabb, mikor bazd meg, felvetted az Adidas mackót, sushi mackót, tehát susogós mackót a lakcipővel. Ne, az már meg egy jó fehér atléta. Vagy a jó asszonyverővel, érted? Nem, az nem jó. Az a durva cucc, érted? De akkor már a izés atléta, tudod, az a hálós. Hát jó, ez meg következő level, de igen. Az lenne az igazi, az igazi a szett. A hálós atléta, susokos mackó, bőrcipő. Övtáska. Övtáska. Uff. Az fincs. Na az igazi Russian set. Én úgy hívom azt. Szóval. Az. Na az a komoly. De itt hol voltak? Azt a kurva. Igen. Hát volt ilyen, hogy ne lenne. Hogy ne. Na mindegy. Csak nekik nem mondtad, hogy cipi. És mehetünk a gyerek ballagására. Igen, de ez a ballagos tudsz, és senki nem szólt be. Hogy néz ki, vagy hogy van felöltözve. Persze. Érdem, mert még az anyja is meghalt abban a pillanatban. Az biztos. Csak mondom. Az biztos amúgy. Na mindegy. Én úgy látom, hogy túlságosan sok időt fordítanak az emberek arra, hogy harcoljanak a többi emberrel. Mondtam már nektek, ez a legjobb tanács, amit adhatok. A fejetekben mindent gondolhattok, hogy valaki hogy nézhetik ki. Micsoda balfasz. Érted? Ha majd megnősültök, az lesz a jó, vagy férhez mentek, hogy neki el lehet mondani. Érted? És bennük kialakult 10-15 év házasság után, hogy micsoda egy gecihez mentek hozzá. De akkor is. Meg tudjátok tartani, mert azt gondoltok, amit akartok. De az, amikor nyilvánosan harcol valaki az ellen, akkor hülyét csinál magából. Hogy lehet ilyen cipőbe járni? Mi olyan van? Akarod a faszomba? Te sose fogsz. Érted? Igen. Úgyhogy ez ilyen. Túl sokat, tényleg. Én úgy gondolom, hogy túl sokat foglalkozunk azzal, hogy tényleg az emberek folyton egymással harcolnak. Hol a vallás miatt, hol a bőrszín miatt, hol a felesleges erre időt szállni amúgy. Hol a social státusz miatt, persze. Vagy a kulturális kör miatt, vagy hogy honnan jött, honnan származik. Nagyon sokat harcolunk egymás miatt. Az új divat, ugye? Az új vallás, ugye? Az étkezés. Igen, az is. De amúgy tényleg olyan, mint a vallás. És tényleg olyan, olyan. És bazd meg, frankón ugyanez megy, mint az elsoroltaknál. Hogy tudod azt megenni, fúj, gusztustalan vagy, meg fogsz halni, téged nem érdekel, hogy nem fogják felnevelni a gyerekedet. Clash, érted? Clash. Gyakorlatilag így működik. Így működik a világ, hogy állandóan küzdünk egymás ellen. Kire szavaztál, te ki a faszom vagy, de annyira feleslegesen. Ezek mind a legfeleslegesebb, leglogikátlanabb dolgok, ugyanakkor rendelkeznek némi elvezeti értékkel. Hát jó. Egy ideig igen. Egy ideig igen. De annyira felesleges erre időt szánni, hogy... Igen. Talán a legegyszerűbb az, hogy az ember tényleg kiegyezik azzal, hogy az emberiség így tud csak működni. Uh-huh. Érted? Hogy állandóan súrlódunk. De azért azt gondolom, hogy néhány dolgot el lehet engedni. Nem kell mindent benyelni, meg mindent elfogadni. Uh-huh. Sőt. Csak néha úgy érzem, hogy például 2021 úgy néz ki, hogy ami ellen küzdeni kéne, az ellen küzdünk. Ja, jogos. Ami meg olyan dolog, hogy most komolyan ez a legnagyobb bajod, amellett meg el kéne menni. Igen. Igen. Ez van. Gáz. Igen. Ez egy végtelen nagy gond. Tényleg az. 91-es vagy, és újraéled ma az a gyerekkorod? Már milyen szempontból? A divat szempontból? Hát nem gondolom, most a streamre gondolt. Vagy ja, hogy a streamre gondol. Ja, aha. Ja, hogy úgy gondol. Hát igen. Végigmentünk gyakorlatilag a különböző időszakokon. Én nagyon gondolkozom néhány ilyen hülyeségen, de komolyan. Mármint úgy értve, hogy instaképereig már agyaltam rajta, tudod, azt a másik cipőt is azért nézegettem most valamelyik nap. Ja. Aztán nagyon nagyot. Lehet, hogy csak 2-3 kép erejéig vissza kéne hozni néhány ilyen stílót, ami ment. Csak az a baj, ki fognak kezdeni. Mert akkor előjönnek ugye annak a stílusnak az igazi emberei, és akkor lesz gond. Jó, de egy ilyen régi retro képet simán meg tudunk csinálni. Meg tudunk csinálni, gondolkozom rajta, csak némi befektetést igényel. Mindig ez a gond. Befektetések a gondok? Tudom, de nem gond, lehet, hogy meg tudnánk csinálni. Kiderül. De néha én is élvezném egyébként a dolgokat. Csak az a baj, hogy nagyon nehéz megtalálni ezeket a cuccokat. Hát jaj.
Nem emlékszem még mindig, hogy sikerült-e megtaláljuk azt, mert ahhoz az a baj, hogy kellene az a póló, és a múltkor már majdnem rájöttünk, vagy rájöttünk, csak nem biztos, arra a póló márkára, amin a kis halálfej volt. Vagy kis halál, aki mindenféle szituációban volt, igen. És még véletlenül se blind. És nem emlékszem, hogy az meglette. És hogy egyáltalán létezik-e az a márka, de az... Tessék! Nézzetek a csetet! Blind! Mondtam, hogy még véletlenül se a blind. Nem, valami volt vagy más. De kurva jó! Na mindegy, úgyhogy erről van szó. Majd megkeresem én azt, hogy pontosan mi az, és hogy volt, de arra nekem szükségem lenne. Mint olyan. Fúrnak? Már rég nem volt. Hát, ja. Mindegy. Srácok, a menetrendet kitöltöttem a hétre, úgyhogy azt tudjátok nézni. Ma megkísérlünk két játékot is befejezni. Reménykedem benne, hogy sikerül, és akkor úgy tudunk tovább haladni, hogy látjátok, hogy nagyjából mik lesznek a héten. Elméletileg szerdán ugye kezdjük a Hitman 3-at, ami biztos, hogy érdekes, biztos, hogy jó lesz. Én már nagyon-nagyon várom, mert azért az egy legendás játéksorozat. Hát úgyhogy ez lesz tulajdonképpen az irány. Annyi van még, srácok, amit mindenképpen le akartam mondani, mert szerintem itt az idő, hogy ezt is elmondjuk, hogy hamarosan indul az új végigjátszások oldalunk, ami még hiányzik a honlapunkról. Ez már nagyon régóta nem volt frissítve, régen, most meg ugye eltűnt, és a háttérben elkészült egy új, ami hát kinézetben túl sokat nem változott a régihez képest, nekünk a háttérben sokkal egyszerűbb felvinni a végigjátszásokat most már, illetve bekerült egy normális kereső, mert eddig az nem volt. Úgyhogy egyszerűbb lesz navigálni a végigjátszások között. Ez most már érkezik, szerintem vagy ma, vagy holnap kitesszük a honlapra, és látni fogjátok. Igen. Ja. Igen. Na, srácok, úgyhogy ezek az irányok most, haladunk tovább. Lesznek újdonságok a közeljövőben is, meg később is még, ez az év nagyon-nagyon érdekes lesz. Délután találkozunk, akinek van kedve látni, hogy hogyan fejezik be a prototype-ot, illetve a Deus Ex Human Revolution-t. Így van. Na legyen szép hetetek, srácok! Szevasztok! Szevasztok!